Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Adomány, két soproni cég 500 000 forinttal járult hozzá a gyermekosztály működéséhez. Lőveruszoda szervezett program keretében mutatják be a létesítmény üzemi területeit. Elismerés a csapatnak, az önkormányzat oklevéllel díjazta a Sopron Basket játékosait. Új eszközzel gazdagodott a Soproni Gyógyközpont csecsemő és gyermekgyógyászati osztálya. A berendezés beszerzéséhez két soproni cég 500 000 forinttal járult hozzá. A diagnosztikai eszköz segítségével a cisztás fibrózist tudják fájdalommentesen diagnosztizálni a gyermekeknél. A gyermekek gyógyításában is kiemelkedően fontos, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő tárgyi feltételek. Az adományt a társadalmi szerepvállalás jegyében nyújtották át a Soproni Gyógyközpont gyermekosztályának. Úgy gondoljuk, hogy a mindennapok rohanó hétköznapjaiban szükség van a társadalmi szerepvállalásra is, mivel a cégben dolgozók mindnyájan szülők vagyunk, ezért nem titkolt szándékunk volt, hogy az adományozással mindenképpen a soproni gyerekosztályt szeretnénk meglepni. Az ottani osztályvezetőt megkeresve kaptuk a javaslatot egy olyan eszköz megvásárlására, ami egy ritka betegség, a cisztás fibrózis diagnosztikájához kruciális eszköz volna. Ennek az eszköznek megvásárlását támogattuk 500 000 forinttal, és szerencsésen az eszköz már megvásárlásra is került. Az új eszköz a kisgyermekek egészségének megőrzésében nyújt segítséget a szakembereknek. Szívből örülünk, hogy ma itt ebbe a körbe össze tudtunk gyűlni, és hogy át tudtuk adni ezt a támogatást a Soproni Erzsébet Kórház gyermekosztályának készülékbeszerzésre. Meggyőződésem, hogy mind a gyermek, mind a felnőttek gyógyításában kiemelkedően fontos a személyi és a tárgyi feltételek meglevősége, és ennek szellemében szerettük volna ezt a készüléket adományozni. Ahogy már elhangzott, ez a gyermekek diagnosztikáját, egy különleges betegségnek a diagnosztikáját teszi lehetővé, és reményünk szerint tényleg sok kisgyermek egészségének a megőrzésében fog ez segítkezni a kórházban. A műszer egy ritka genetikai betegség kiszűrésére alkalmas, a korai felismeréssel a súlyosabb szövődmények kialakulása is megelőzhető. Ez az eszköz egy diagnosztikus eszköz, amivel a cisztás fibrózis nevű ritka gyermekkori betegséget lehet nagyon egyszerűen, fájdalommentesen, gyakorlatilag a verejték összetételéből diagnosztizálni. Nagyon sokféle megjelenési formája van ennek a betegségnek, a súlyostól az enyhe formáig, de ezzel a műszerrel az enyhéket is ki tudjuk szűrni, és minél korábban diagnosztizálódik ez a betegség, annál korábban tudjuk kezelni, így jelentősen javítva a gyerekek életminőségét és életének hosszát. Ez egy genetikailag meghatározott, öröklődő betegségről van szó. A New Medical Center Kft. És a New Skin Lézercentrum 500 000 forint adománnyal támogatta az eszköz megvásárlását. Az eseményen Gedini Hadari Csirona, a csecsemő és gyermekosztály főnővére is részt vett. Különleges látogatásokat szervez a Lőveruszodában a Soproni Vízmű Zrt. A túra során a szakértő munkatársak vezetik körbe a résztvevőket, így a létesítmény azon oldalát is megismerhetik a látogatók, amelyet egy fürdőzés, úszás alkalmával nem láthatnak. Különleges programmal készül vendégeinek a Soproni Lőveruszoda. Célul tűzték ki, hogy megmutassák az embereknek a létesítmény azon részeit is, amelyekkel egy mindennapos látogatás során nem találkoznak. Ez azért egy technológiai intézmény, nem csak elsődlegesen szabadidő eltöltésére szolgál, hanem nekünk egy komoly feladat is ad nap, mint nap, hogy ezeket a gépeket jól üzemeltessük, és azt találtuk ki, hogy hát ha érdekes lehet ez azoknak az embereknek, akik itt gyakran járnak nálunk, megnézzék, megmutassuk nekik, hogy is működik egy úszoda, mik azok a napi feladataink, hogy vannak elhelyezve a gépek, mitől lesz tiszta a víz, és hát arra gondoltunk, hogy ez itt a föld alatt érdekes lehet ezeknek a vendégeinknek. A program ingyenes, mindössze egy előzetes regisztrációra van szükség, amelyet bárki megtehet Facebookon vagy az úszoda honlapján egy jelentkezési lap kitöltésével. A látogatás védettségi igazolványhoz kötött. Azt tűztük ki célul, hogy mindenkinek tudjunk válaszolni esetleges kérdésekre, hogy 20 főben limitáltuk ezt a létszámot, és most 4 időpontot jelöltünk meg minden hónap első csütörtökén. Ott is próbáltunk délután és délutáni időpontokat, hogy aki esetleg dolgozik, az is el tudja jönni, hogyha szeretne. Ezt most úgy fogalmaztuk meg, hogy nem ilyen iskolás csoportoknak, hanem inkább ilyen alkalmi csoportoknak
jelentkezhet bárki, tehát nem kötjük korhoz, de nem egy nagyobb csoportot szeretnénk most, hanem inkább több résztvevőből összeállt érdeklődőt várni, fogadni. A Lőveruszoda tavaly nyáron nyitotta meg kapuit. A kormányzati támogatásból épült létesítményben helyet kapott egy 25 méteres medence, egy 50 méteres versenymedence, jacuzzi, valamint két tanmedence óvodai és iskolai úszásoktatáshoz. Idén a budapesti vízes világbajnokság egyik vidéki helyszíne lesz az uszoda. Újra megnyitja ügyfélszolgálati irodáit a Soproni Víz Zrt. Február 28-ától személyesen is intézhetők az ügyek a közüzemi cég által üzemeltetett ügyfélszolgálati pontokon. Felhívják a figyelmet, hogy a személyes ügyfélszolgálat kizárólag előzetes időpontfoglalás mellett vehető igénybe, valamint kötelező a maszkviselése. Időpontot a 99-es körzet 519-300-as telefonszámon a 7-es gomb megnyomása után, valamint a soproni-vízmű.hu honlapon elérhető e-ügyfélszolgálaton kérhetnek. Élénk érdeklődés kísérte az idegenvezetők világnapján tartott szakmai tárlatvezetéseket a Fertődi Eszterházi kastélyban. Az Eszterházi képtár, a Balló Ede gyűjtemény festményei, valamint az Eszterházi porcelánkabinet legszebb darabjai a nyugati kastély szárnyban tekinthetők meg. Idegenvezetők ismerkedtek a kastély nyugati szárnyával, az Eszterházi képtár Magyarország egyedülálló főúri képgalériája. A történelem évszázadai során elpusztult főúri gyűjtemények közül egyedüliként maradt meg. 1870-ben ennek a képtárnak köszönhetően jött létre a Szépművészeti Múzeum. Az Eszterházi képgyűjteményt először a Magyar Tudományos Akadémia épületében állították ki 1865. december 12-én. Ennek a különleges gyűjteménynek néhány darabja látható ma Eszterházi. Az eszterháziak által gyűjtött képeken túl például látható itt Balló Ede kópia gyűjteménye, aki egy roppant izgalmas korszakban, a 19. században élő festőművész volt. A nagy alkotásokat, például Rembrandtot vagy Velázquezt készített el, másolta le, kópiákat készített belőle, és mindez oktatási cél, hogy azoknak, akik nem tudnak ugye a 19. században eljutni mondjuk Olaszországba, itt Magyarországon, a Magyar Királyság területén tudta bemutatni ugyanezeket a darabokat szinte tőéles pontossággal. A harmadik része pedig, ami itt izgalmas, és megmutatunk az idegenvezetőknek, az a mögöttem látható porcelánkabinet, ahol több száz porcelánt tudunk megmutatni eredeti hiteles helyszínén, tehát Eszterházi Fényes Miklós időszakában is pontosan ugyanott ugyanígy álltak ezek a porcelánok, amelyek Távol-Keletről, Japánból, Kínából származtak, de voltak itt kínai záló porcelánok is, illetve herrendi porcelánok is megtalálhatóak. Az idegenvezetők közvetlen kapcsolatban állnak azokkal, akik a térségbe látogatnak. A szakmai tárlatvezetés során ismerkedtek meg az Eszterházi kastélyban található újdonságokkal. Állandóan változik, mint a világ. Napról napra, hétről hétre, évről évre mindig változik valami, mindig lesznek új dolgok. Természetesen ilyen kastélyban hogy ne lennének új dolgok. A régészek, a szakemberek dolgoznak, és mindig új, szemnészebb dolgokat hoznak elő. A kiállításnak otthont adó 1200 négyzetméteres impozáns épületrész felújítása 2021 nyarán fejeződött be. Azóta áll nyitva a nagy közönség előtt. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak világnapja. A Soproni Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet az áldozatsegítő szolgálat tevékenységére, amely az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához nyújt segítséget. Amikor valaki áldozattá válik, olyan ügyekben kénytelen intézkedni, amelyek nem mindennaposok az életében, ezért kevésbé gyakorlott bennük. Mindezek mellett olyan lelki teherrel kell szembesülnie, amit nem tud egyedül feldolgozni, ezért jól jön ilyenkor a segítség. A büntető eljárás során minden esetben nyilatkoznia kell a sértettnek, hogy kívánja-e az áldozatsegítő szolgálatot igénybe venni. Amennyiben ő úgy nyilatkozik, hogy erre igényt tart, akkor mi a rendőrkapitányságon kiállítunk neki egy igazolást, amelynek a segítségével fel tudja venni a kapcsolatot. Hogy mit is szolgáltatnak itt az áldozatsegítő szolgálaton, jogi segítségnyújtást lehet igénybe venni, lelki segítségnyújtást lehet igénybe venni, illetve azonnali pénzügyi segítségre is lehetőség van olyan helyzetben, amikor valakinek például a megélhetését, a mindennapi megélhetéshez szükséges vagyonát lopják el.
Amennyiben valaki áldozattá válik, mindenképpen keresse a hét minden napján éjjel-nappal díjmentesen hívható áldozatsegítő vonalat. Oklevéllel és ajándékcsomaggal köszöntötte a Sopron Basket csapatát Sopron önkormányzata. A női kosárlabda klub ezüstérmet szerzett a 2022-es Killik László női magyar kupában. Gáspár Dávid együttese márciusban az Euroliga negyed döntőjében folytatja szereplését. A magyar kupában ezüstérmet szerző Sopron Basket képviselőit köszöntötték a Városházán. Dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint Dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester elismerését fejezte ki, hogy a Sopron Basket évről évre Magyarország top csapatai között van, és a nemzetközi porondon is kiemelkedően teljesít. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra. A magyar kupa második helyezése egy ezüstérem, ezúttal az arany nem jött össze, azonban sokkal fontosabb most ennél, hogy úgy a magyar bajnokságban, mint az Euroligában a csapat még a legszebb reményekkel van felvértezve, tehát előre kell tekinteni, és talán arra kell gondolni, hogy mennyi magyar kosárlabda csapat örülne egy második helynek a kupában. Nekünk soproniaknak ez, ha nem is csalódás, de voltak ennél szebb sikerek is. Az önkormányzat pedig most is a csapat mellett áll, úgy, ahogyan azt a múltban tette, és a jövőben is minden támogatást biztosítunk a Sopron Basket női kosárlabda csapatának, hogy azt a magas szintű világszínvonalú teljesítményt tudják hozni, amelyet megszokhattunk tőlük. Hajrá Sopron! A Sopron Basket csalódott az elvesztett döntő miatt, de a bajnokságban és az Euroligában még javíthat a csapat. Összességében csalódottak vagyunk, de helyén kezeljük a dolgot, egy magyar kupa döntő mérkőzést elveszíteni olyan körülmények között, ahogy ez történt. Jelenleg nem tudom másképp érezni magam. Úgyhogy a jövőbeni célokat tekintve továbbra is az előttünk álló lépések és mérkőzésekre fogunk koncentrálni, ami most jelenleg egy magyar bajnoki mérkőzés lesz, és ez követi majd az Euroliga rájátszás, még nem tudjuk, hogy ki lesz az ellenfél. Nyilván itt is a maximumra fogunk törekedni, és a legjobbat kihozni a hátralévő szezonból, úgyhogy a feladat adott, és a maximális koncentrációs energia bedobással fogunk dolgozni továbbra is. Nem titkoltan csalódottak vagyunk. Ugye az volt a célunk, hogy szerettük volna a magyar kupát megnyerni, és ez az idei évben nem sikerült. Úgyhogy most próbálunk ezen a csalódottságon túllépni és a következő feladatra koncentrálni. A Sopron Basket közel egy hónap után újra hazai pályán játszhat. Csütörtökön 18 órától pótolják az elhalasztott bajnoki találkozót az NKA Peac ellen. A soproni gárda márciusban az Euroliga negyeddöntős párharcaiban lesz érdekelt. Szerdán még felhős, csütörtökön már napos idő várható, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Csizovszki Sándor, az Alternatívák Alapítvány elnöke lesz, majd a Pont Neked című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán kezdetben több helyen előfordulhat kisebb eső, havas eső, majd napközben nyugat, északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Sokfelé erős, viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 6-9 fok várható. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem lesz. Nyugaton, északnyugaton élénk erős lehet a délies szél. A fagyos reggelt 7-10 fokos délután követi. Pénteken hazánk nagy részén több órára kisüt a nap, majd délután egy hideg front hatására északnyugat felől felhősödés kezdődik.